Harmadik alkalommal rendezte meg agrárvállalkozások számára meghirdetett szakmai napját a Primum Szabolcs-Szatmár Bereg megyei vállalkozás élénkítő alapítvány. A fórumon pályázati és hitel lehetőségekről tájékozódtak az érdeklődők, valamint ingyenesen elérhető vállalkozásfejlesztő szolgáltatásokról is tartottak előadást. Az Enterprise Europe Network irodát Nyíregyházán a Luther utca 16-ban találhatják meg. Itt a partner közvetítés, a vállalkozói tanácsadás, akár technológiai transfer közvetítés is szóba kerülhet a vállalkozások részére, hiszen manapság az agráriumban a precíziós mezőgazdaság az, ami igen komoly tért hódít magának, és egyre többen keresnek meg bennünket külföldi partnerek, hogy hazai vállalkozókkal együtt működhessenek. Minden szolgáltatásunk térítésmentes. A rendezvényen a megyei kormányhivatal agrár- és vidékfejlesztést támogató főosztályának vezetője kiemelte, hamarosan pályázható a tanyák villamosítását, korszerűsítését támogató kiírás, és még elérhető a népszerű fiatal gazda pályázat. Utóbbinál március 31-ig van nyitva az első kör, a támogatási összeg nem változott, tette hozzá a főosztályvezető. Továbbra is 12 millió forintnak közel megfelelő támogatási mértékben részesednek a nyertesek. Ami viszont változott, hogy azok a fiatal termelők jelentkezhetnek be erre a pályázatra, akik már mezőgazdasági termelői potenciállal rendelkeznek. Ez lényeges eltérés az előző körhöz képest. Tudnélik, régebben azok a fiatal mezőgazdasági termelők pályázhattak, akiknek még nem volt mezőgazdasági tevékenységük. Most viszont 6000 standard termelési értéknek megfelelő termelési potenciállal kell rendelkezniük. Ami lényeges változás, hogy nappali tanulmányokat nem folytathatnak, tehát olyan fiatal gazda nem pályázhat. Változás az, hogy nem opcionális lehetőség a vállalkozóvá válás többletpontért, hanem itt kötelező lesz a főállású vállalkozóvá válás. A rendezvényen több mezőgazdasági céget és technológiát mutattak be, többek között ezeket az élőalgás tápoldatokat, amelyek használatával akár 20-30%-os termésnövekedés érhető el, és gyorsabban regenerálódik a növény egyes fertőzések vagy fagy jégkár után.